Sziasztok! Ma Lego Jurassic World készletet nézünk, méghozzá nem is akármilyet. A sorozatos Nublar sziget legendái készlethe. Ugye volt ez a Jurassicos sorozat. Maga a Lego készlet, ez 2019-es. A sorozat az, hát az akkor jelent meg, akkor időrendben lehet, hogy azok azután adták ki, tehát 2015, ugye az első Jurassic World film, és a maga a Lego készlet megjelenés között jöhetett ki valamikor a sorozat, ezt most így nem tudom, majd lehet, hogy a következő Jurassicos szetembe, hogyha meg lesz az újabb sorozatos készlet, akkor majd kifejtem. Na de nézzük, mi van itt. Ugye kapunk egy ilyen, hát egy ilyen kis kezdő készlet, egy Dilophosaurust, Owen Gradyt, mi mást, és egy ilyen szuper fejlett ilyen tök jó nagy drónkoptert. Tehát na ez már a drónok királya. Illetve egy ilyen kis, hát nem is helyszín, ugye itt látjuk a háttérbe a parkot, és akkor itt van egy ilyen kis árus. És annak, és ugye hát a sorozatban minden lébekanál gyereket Hudson-t, akinek ilyen tripla VIP platina, mit tudom, én ott soroltam mindig, hogy milyen magas szintű belépője van, így bárhová bemelt. Ez mindig láb alatt volt ezeknek. Na, hát akkor ugye, itt van mindjárt ez a parkárus nőci, ilyen egybehaj sapkával, a két arcú figura, ilyen ilyett és ilyen komorabb, várj ott mérgesen a vásárlókat. És akkor itt van hozzá a kis tandja, milyen jó ilyen dínónak a szája, így megnézed, itt vannak a fogak, minden, lehet így csukogatni, föl, le, csak mondjuk ezt nem egyszerre mozgatni, hanem ez csak odáig lehet, tehát ez azért ilyen, tényleg mint a parkba, elmész mondjuk valami, mert aki volt már mondjuk, mit tudom én, Disneyland, vagy valami hasonló, biztos vannak ott is ilyenek. Én annak idején nagyon régen ilyen dínó kiállításon voltam még Pesten. Az jó is volt. Na, de nézzük, mi van itt. Azt mondja, van itt pattogatott kukorica, lehet venni ilyen kalapokat. Van itt valami zászló, itt valami reklám, hogy hamarosan jön a T-Rex. Illetve ilyen három ilyen könyvecske, vagy magazin, vagy mi ez. Van egy ilyen térkép ugye a Nubláról, van itt egy ilyen Jurassic nevezett valami könyv, illetve hát ki tudja, lehet fali kép akár, egy ilyen szuveníres kis stand. Persze, nem egyesével kéne belerakni, hanem hármasával, akkor könnyebben belefér, egyszerre így, ni. És ugye maga a csajszi az itt szépen hátra ideál, itt van itt lapát, part is, hogyha esetleg kiburul a popcorn, vagy valami, akkor lehet takarítani ott. Úgy, benne van a standjába. Akkor jön a kis Hudson, ugye kisgyerek, gyerek lábbal, mondjuk jobb lenne, ha mozgatható lenne. Még a pulóvere is Jurassic World, alatta a póló is, itt a minden, tehát tényleg a legnagyobb rajongó. Ilyen kicsi kólhaja van. Jön a kis kól. Még mielőtt Ninja lett, elment a Jurassic World-be. Van ilyen mosolygós és egy ilyet arca. És akkor ugye jön a Dilophosaurus. Ilyet már láttunk egy-kettő bemutatóba. Vagyis hát azt hiszem csak egy ilyen pici Dilophosauruson van a Pyroraptoros készletbe, ott vittek ilyen kicsit, meg van egy nagyobb. Jön, elszabadul. Mondjuk az a sorozatban azért eléggé poénra vették az elszabadult Dilophosaurust, meg nem is találkozott velük, tehát annyit mondom, ilyen érdekesség. És ugye akkor jön Owen Grady, hát tipikus Owen cusz, mert vagy egy ilyen gyűrött szürke felső, ami ugye itt most alatta van így megrajzolva, vagy egy ilyen barna mellénnyel. Tehát Owen mindig a mérges arca, és az ilyen enyhe vigyor. És akkor jön hozzá, itt a szuper drón. Na mondjuk ez mondjuk tényleg kapott az aljára ilyen lámpákat, négy propeller, tök jó forog, csak hát nem lehet egyszerre forgatni. Vagy valami motorizációt kéne valahogy venni hozzá, vagy megcsinálni, hogy tiszta jó lenne ilyen négy kis vezetéket, így nyomsz egy gombot, szépen elrepül. Jaj. Illetve ugye van egy ilyen funkciója a drónnak, ugye, hogy ott
kilövöd a hálót, csak hát az most nem nyílt szét. Elég nehéz úgy kilőni, hogy ki kell csak pöccinteni. Van itt rajta két lámpa, ugye karmolás nyomok megsérült már párszor, de ugye a sorozatban ezt nem is tudom mikor használták, azt hiszem Masrani röpködött egyszer vele, meg a Vix, vagy Vic, a biztonsági főnök, ugye annak a végén, vagy hát a sorozat végén ugye ezzel ment, aztán ott a Pteranodont kergette. A lényegében ugye jön, de mindig mellé lövöm, hát nem hiszem el. Próbálom még egyszer eltalálni. Na jó. Na még el is találnám, lehet szét se nyílna, úgyhogy... Na, hogy nem. Jó van. Jó van az úgy, úgy. Szóval egész jó egy ilyen kis kezdőkészletnek, ugye kis helyszín, három figura, abból kettő ugye sorozatközponti szereplő. Egy Dilophosaurus, meg egy úgymond légijármű. Hát ennyi lett volna ez a szebb bemutató, srácok. Tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!